Korilusz Kolúrnak, tehát a török magyarok egy 15-20 méter magasságig megnövő kúpos koronát nevelő fa, amelyet elsősorban utcafront szépítésre használunk, tehát ilyen utcasorfának, vagy a tájépítészetben, mondjuk amikor így két község közötti út jobb és bal oldalára ültetjük be ezeket a nagyon szép fákat. Egy viszonylag lassan fejlődő fáról van szó. Itt ezt a fáskát körülbelül egy évvel ezelőtt telepítették ebbe a kertbe. Látszik ott azok a fönti szép nagy sudaras, körülbelül egy jó méteres hajtások, hogy azok idén, ezen a nyáron fejlődtek ki. Igazából a Corylus colurna, ez itt egy fiatal példány, de természetesen azért ez már nem egy-két éves, tehát ez bizony egy jó pár évet megért növény, hiszen alapvetően két időszak van a Corylus colurna, tehát a török-magyar életében, amikor lassan fejlődik. Egyrészt az állapot, ameddig a nulláról eljut idáig, aztán utána, amikor már kiültetik mondjuk sorfának, tehát hogy a törzsnevelésen már túl van, vagy mondjuk kiültetjük egy emlékfának, mint mondjuk például ide ebbe a kertbe, akkor utána gyakorlatilag már nagyon dinamikusan nő, azért nem tartozik a nagyon gyorsan növő fák közé, de azért már viszonylag dinamikusan egy jó humuszos talajban nagyon szépen tud fejlődni, bár azt szokták mondani, hogy az ilyen sovány, szegényes talajokban is megél, de ott azért a fejlődésében általában azért visszamarad, illetve később, amikor úgymond eléri a végleges magasságot, vagy a környezeti lehetőségekhez képest a végleges magasságot, akkor megint csak meg szokott rekedni általában a fejlődésben, és többnyire utána már konzerválódik azon a méreten, amekkorát ott el tudott érni. Ugye azt mondtuk, hogy emlékfa, azért érdemes emlékfának ültetni, mert nagyon sokáig él, fokozatosan és egyenletesen képes fejlődni. Például ezt a fáskát, ezt egy kisfiú születésének az emlékére ültették, és milyen jó lesz majd, amikor 30-40-50 év múlva kisfiúból felnőtt férfi lesz, és látni fogja, hogy az akkor még mindig csak fiatal Corylus colurna, tehát török magyaró, milyen szépen fejlődik, és egy nagyon szép, elegáns fa, ezért akár szoliterként egyesével is tudjuk használni a kertünkben, akár ahogy beszélgettük az elején, ugye sorfaként is.